Megyünk bevásárolni a Pennybe? Levi dalúra! Hajde begurul! Kösz szépen, haver! Szívesen, csá! Mi a helyzet, pécsiek? Mondom, guruljunk már egyet itt. Valami nagyon jó ebbe a városba, ugye? Nagyon király! Nem valami nagyon meleg az időjárás, van vagy 15 fok. Szeptemberben bejött nagyon a hideg idő. Lassú bulcsizás lesz. Feltettem a motorra az enduro szettet, úgy értem a láncettet. Rövidebbek a sebességek, a guruló burnouthoz, meg a egykerék gyakorlás. Úgy gondoltam, hogy ez megfelelő lesz. Hát igen, már 5. vagyok. El is valódít a sebesség. Sok embernek ez a baj a DRZ-vel, hogy nincsen 6. Hát kivételes eset az, hogy én ugye nem használom a DRZ-t utazásra. Én nem járok ezzel boltba dolgozni. Ez már 5. sebesség, aztán lakott területen vagyunk. Hanyas? 13-47 van feltéve. Így, ha egyedül vagyok, tudjátok, akkor nem kell rendszámot takarnom. Azt hiszem a 6-os főút lesz itt. Igen. De csúnyán nézetem. Tudom, mit tettem, szerintem semmit. Lassan itt a szezon vége, ahogy látszik is a növényekem. Ez a nyár érdekes volt, számomra nagyon is. Kb. 150 üzemórát tettem a motorba, ami szerintem elég sok, fel lehet szorozni 100-zal. Kicsit be lesz dugulva az orrom a hideg miatt. Az 15.000 km, tudom, az nem sok, viszont mondtam az előbb, hogy én nem túrázok a motorra. Úgy már viszont sok. Meg ugye nyilvánvalóan alattam a motor nagyon sokat kap. Kíváncsi vagyok, hogy találkozok-e itt motorosokkal. Gondolom nem, mert hideg van. Kuplunk, 2-3, kevés. Hát ez sajnos 5. sebesség, úgyhogy elég gyorsan véget ér a motor. Lehet, hogy kevés is lesz ez az áttétel, mert ahogy elnézem ebbe a fordulatba, így 5. sebességbe nem megy sehova a motor. Jó, majd jönnek a KTM fanok, hogy ezért rossz a DRZ. Viszont ennek, ha jól emlékszem, ez a gyári áttételje. Hát igen, váltanám tovább. Az előbb nem is 2-be, hanem 3-ra emeltem fel, 3-ba emeltem fel. Úgyhogy még rántottam is rajta. Még így is meglepő volt, mert miután felváltottam 4-be, még húztam neki egy 5-et. Sajnálom lerakni télére a motort, de úgy gondolom, hogy sikerül beszerezni hozzá az enduro felnére a gumikat. Ez a láncszett pontosan jó lesz az enduro szethez. Azt ígérte egy pár barátom, hogy elvisznek nagyon szép helyekre. Mami nem randizni, hanem motorozni. És hogy majd akkor lesz értem. Na, akkor 2, 3, 4. Hát igen, ez brutál rövid. 5. 5. megyünk úgy, ahogy eddig 3-ba. Szokatlan. Már egyértem, hogy miért tetteik rám a hosszú átétet múltkor, mert azzal volt egy 110-es utazó, meg egy ilyen, na jó legyen egy 100-as utazó, meg egy olyan 176 volt, 176-178 km volt a vége az EDRZ-nek. Hát ennek most nem is merném kipróbálni, hogy mennyi a vége. Szerintem hip-hop lepörög. Tehát nyilván az enduro setnek ez volt a lényege. 3. Ez 5. sebesség, bátya. Hát igen, nagyon rövid. Nincs hova tovább váltani. Viszont gyakorolni ezzel jól lehet. Ha ott a körforgó, itt van egy balra forduló. Ha, brutálisan rövid. Ez 5. sebesség. Szerintem most, hát egy ilyen 50-nel megyünk. Nagyon kemény. Sajnos nem tudom 2-be felvenni, muszáj vagyok 3-ba. 4. Hát ez nagyon durva. Ah, fordulj már! Egy kis torna, de van húzva a pulcsim. Jó kis kátyuk. Nincs hova váltani. Nagyon-nagyon szokatlan. Egy kerekezéshez, nekem ez nem tetszik ez a set. Világéletemben a hosszú szettel csináltam, és mindig 2-3-ben elég volt.
ezzel így csak lakott területen lehet közlekedni szerintem. Mert hogyha mondjuk, tudod, Stundplacon akarsz körbe-körbe kerúzni, megértem. Visszadobott egy sebességet a motor, 5-ből 4-ben nem húztam bele igé. Más lesz, úgy látom endúrózni, már várom, hogy kíváncsi leszek, hogy ilyen helyeket találunk endúrózás szempontjából. Nekem Pécsben azt tetszik, ahogy itt a hegyre rá van nőve a város. Forgalommal az a baj, hogy a kocsik előtt nem tudsz 10-zel kerózni, muszáj vagy menni, hogy ne tarts fel őket. Megnézném, hogy egy EXC-n pontosan milyen áttétel van. 2-3. Majd jön a feljelentés, mi? Egész jó, egész jó. Tetszik nekem Pécs. Annyi probléma van vele kicsit, hogy mintha messze lenne Pestől. Be van állva? Lehet be van állva. Remélem nem lesz útba. Csapassuk! Cső! Hova megyünk? Hát, megyünk bevásárolni a Pennybe? Ilyen dalúra! Hát de begurul! Kösz szépen, haver! Szívesen, csá! Szóval ezzel az áttétellel halálos. Látom a lámpát. Hány perc múlva lesz mögöttem rendőr? Szerintem egy se. Nincsenek hozzászokva, hogy itt hülyék vannak. Menjetek már! Hú, a kuplungon akartam még állítani. Na, most nem fog. Már bent ezen nem tudok. Szerintem ez még mindig nem volt játék. Talán. Belerántok, aztán feljön. Ez nem DRZ szokás, mi? 1, 2, 3! Vannak itt jó útszakaszok azért. Egy pár egyenes, ahol jó a burkolat. Meg jól szembesüt a nap. Kényelmes. Hiába van shield a bukós is, akkor sokszor nem látok így se. Mivel a kamera itt van rajta. Az állkamerát azt nem szeretem. A mellhámot sem. Úgyhogy itt van a shield alatt, úgyhogy úgy kell forgatnom a shieldet, hogy maga a kamera takarja ki a napfényt. Nem egy életbiztosítás, tudom. Nincsen sebesség, kéne a hatodik. Mondjuk ha a hatodik lenne benne, az se lenne elég. Ezzel az áttétellel, az is kipörögne. Még vagy 30-at menne a motor, aztán kész. De nem baj, most már a Wanderer jön. A KTM-esek kipróbálhatják. Mondjuk gyorsulásban is az lenne a baj, hogy az elején szerintem jó lenne, csak nem lehetne elől lent tartani az elejét. Még ha vonat súlyú is. Aztán hiába gyorsulnánk, egy az nem bírnám tartani, 2, 90-nél vége lenne. Na jó, 100-nál, 110-nél lenne vége, de hát érted. Aha, az lesz a belváros. Na nézzünk be arra. Van az a tér, ahol a körforgalomban van egy szobor. Az nagyon szeretem. Nem is tudtam, hogy itt ilyen sok ember van. Aha, itt lesz az árkák parkoló, és itt is lesz az a körforgó, amit mondtam. Fú, de jó ilyenkor ez a shield. Aha, ez az. Ez volt az, amit mondtam. Majd mondják a pécsiek kommentben, hogy ettől is van, ettől van szebb utcánk. Azt hiszem két motorossal találkoztam eddig, és az a durva, hogy nekem meg melegem van. 15 fok van, és az idióta viselkedés miatt fűt a szerelem. A motorozás iránti szerelem, vagy a hülye viselkedés iránti szerelem. Igazából az a sztori, hogy itt vagyok, hogy ide kellett jönnem 8 órára reggel az egyetemre. Két, pontosabban egy szekvenátort kellett telepítenem, DNS szekvenátort, csak kiderült, hogy kell még egyet, meg egy folyadékkezelő robotot. Aztán én meg annyira jó fej voltam, hogy megcsináltam, anélkül, hogy szóltak volna előre,
A másik vicces az, hogy rekordidőn belül, tehát hogy délután 5-kor én már kint voltam, úgyhogy ez 3 gép. Nyomjunk egy. Jó, tetszett, hogy üres a hely. Ilyenkor nem aggódok afelől, hogy elém kanyarodnak, meg próbálok kilátni. Meg azt bírom, hogy nézd a kocsit. Ha lemaradt egy kilométerre, gondolja magában, hogy na, ez a hülye mindjárt itt öli meg magát. Én nem megyek a közelébe, nehogy én öljem meg. Utána még én megyek a börtönbe, mert megöltem ezt a hülyét. Teljesen egyetértek veled, barátom. Teljesen igazad van. Látod, azért nem kell így kocsik között így vezetni. Kocsik között csak simán előz. De ne vedd ki kerékre, meg ilyenek, mert az szerintem nagyon alpári dolog. Látod, ők is többségében széthúzódnak és elengednek. Elég jó fejek. Élik is megköszönni, ugye. Tegyük hozzá, hogy ez az egyik legdrágább hobbi, amit én magam ismerek. Nincs is sok haverom itt. Amúgy is érdekes a tag szerepkör mostanában. Kicsit széthúzás van, amit megértek, de majd meglátjuk, hogy a jövőben hogy alakul. A széthúzás azért van, mert hogy ugye van, aki nagyon sokat dolgozik, és a többiek ezt nem annyira értékelik, mint amennyire az a személy akar. Most magamról beszélek, elnézést, hogy én nagyon sokat dolgozok vele, akár minden nap, és van, aki neheztel erre. Főképp a webshopra. Ugye belefektetni energiát, pénzt, azt nem akart régen senki. Én fogtam magam, mindenemet rátettem, valószínűleg ezért is haladtunk valamerre. Na de nem baj, hál' Istennek még mindig vannak körülöttem olyan emberek, akiknek nem problémája az, hogy valaki üzletszerűen próbál valamit csinálni. De majd megszokják szerintem. Ha nem szokják meg, az se baj. Az igaz, hogy Samsung Crew, úgyhogy furcsa lenne, hogyha egyedül lennék benne, nem? De ha muszáj, akkor muszáj. Az a helyzet, hogy minden ilyen hobbi dolgot az emberek idővel abba hagynak. Sajnos nincs olyan munkahely, amit életed végéig te csinálsz ingyen. És ez is olyan, hiába nem látszik, hobbinak, haverozásnak, motorozásnak indul, de mégis a csapatunkban legelőször az az ember ment el, akinek a legtöbbet kellett vele dolgoznia ingyen. És nyilvánvalóan senki nem értette meg, máig haragszanak rá, hogy miért ment el, de mindenki lesz arja, hogy hány napot dolgozott a videók kitakarásával, mert a videóknak a kitakarása nyilvánvalóan a legtöbb munka, amit persze, hogy senki nem tud, mivel senki nem csinál. Tehát majd, ha meglátnák a srácok azt, hogy egy 1 perces videó kitakarása 1 óra, hogyha több rendszámon benne, akkor 2, vagy még több. Ezt csak akkor lehet megtanulni, hogyha csinálja az ember. Szóval én amúgy nagyon csipázom ezt a várost, mindjárt át szerintem még átmegyünk egy, vagy már nem lesz felüljáró? De még lesz egy felüljáró, akkor még be lehet látni. Szerintem nagyon szép város. Mindig mondják, hogy hát csak 2 óra ide lejönni. Hát ez teljesen igaz. Csak hogy ugye nincs forgalom a pályán, és én ma eddig, hogy lejöttem kocsival, találkoztam 3 balesettel is. Az egyik az nagyon csúnya volt, egy kamion átment, átszakított a szalagkorlátot, és átment a szembesába, ami az nekem az egyik rémálmom. Tehát azért milyen furcsa lehet, hogy te szépen mész 130-al a kis sávadba, egyszer csak meg fordul be eléd egy kamion vagy porfelhővel. Azért elég ijesztő. Úgyhogy elég veszélyes így is az M6-os autópályának ellenére, hogy gyenge a forgalom. Tehát hogy azt gondolná az ember, hogy ó, itt nincs senki, és úgy néz ki, hogy pont ez teszi nehézé, vagy veszélyessé. Persze kinek hogy, mert nekem nem veszélyes, mert én örülök neki, hogy pihentetőit vezetni. Személy szerint nekem még sose volt olyan problémám, hogy elaludtam volna a volánnál autópályán. Voltam már álmos, de olyan, hogy megközelítene azt, hogy alszom, az sos sikerült. Sajnos nem tudom, hogy aki elalszik, azt hogy hozza össze. Megérteni meg tudom, csak nem tudom, hogy kerülnek olyan állapotba, hogy tudnak olyan nyugodt állapotba kerülni, hogy aludjanak. Nem szóltam a csávónak, hogy intézzen időpontot. Amint úgy értem, hogy eladom a kocsimat, egy 4-es Golfot, aztán azt ígértem az egyik vevőnek, vagy érdeklődőnek, hogy szólok neki, ha ma végzek a munkával, hogy kivéve engedélye a taxi, tessék.
De merre van innen Budapest? Mondjuk erre. Na szóval, hogy azt ígértem a csávónak, hogy szólok neki, hogy tudjon intézni időpontot, szerviz időpontot, hogy megnézze a kocsit, motor. Aha. Egész jó. Egész jól sikerül felderíteni a várost. Azt hiszem, én most visszamegyek a kocsihoz, mert kezdek ilyes lenni, így is hosszú videót csináltam, hosszabbat, mint akartam. Megmondom őszintén, mikor befejeztem a munkát, én nekem nagyon fáztam. Tehát én úgy voltam vele, hogy úristen, hogy akarok én motorozni a hétvégén, mert szombaton is lesz akció, vasárnap is lesz, vasárnap egy klipet forgatunk ismét. Aztán be voltam tolva, hogy úristen, hogy fogom én ezt kibírni, erre tessék. Ha hülye az ember a motoron, melege van. Tehát hiába van, én régen azt mondtam, hogy 17 fok alatt nem motorozom. Erre itt vagyunk, 15 fok van, és melegem van, és azt sem tudom mondani, hogy a kezem vagy a nyakam fázik. Szerintem valahol itt leszünk majd, nem? Van benne kamera, nincs. Megnéztem, hogy mögöttem a kocsiban van-e kamera. Azt hiszem ez volt az. Na, sziasztok!